A kommunista diktatúrák áldozatai előtt tisztelektek február 24-én Bonyhádon, a Vörösmarty téren található országzászlónál. A megemlékezésen beszédet mondott a miniszterelnökség részéről Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos is, aki beszédében a hősök előtti tisztelgés és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Emellett az emléknap kapcsán kiemelte azt is, hogy az önkényuralmi rendszer rengeteg család életének mindennapjait keserítette meg, akár a gulágra elhorcolt, akár a bebörtönzött honfitársainkra gondolva. Erről mindenképpen meg kell emlékezni, és emlékeztetni kell arra nemzettársainkat, hogy ez soha ne fordulhasson elő többet. Ezért fontos, hogy legyen egy dedikált emléknap, ugye február 25-e, mert minden évben kötelességünk megemlékezni, de én azt gondolom, hogy nem csak ezen a napon, hanem minden nap, minden órában, minden cselekedetünkben emlékeznünk kell, arra is úgy kell élnünk, hogy ez soha ne fordulhasson elő többet. A kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán az elmúlt években emlékéveket is szervezett a kormány. Volt egy időszak, amikor kimondottan a Szovjetunióban hurcolt politikai kényszermunkások és azoknak az emlékéve volt. Több hónapon keresztül számos programot valósított meg a kormányzat, támogatásokat nyújtott különböző programok rendezésére, illetve emlékművek helyreállítására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó példával jár elő ebben a ilyen szempontból a kormányzat, nem csak ezzel a nappal, hanem egyéb más emléknappal, illetve megemlékezéssel. A magyar emberek folyamatos rettegésben tartása mellett azonban a diktatúrának rengeteg halálos áldozata volt. Ebből sokan az 1956-os forradalom és az azt követő szovjet megtorlás idején vesztették életüket. 56-nak Bonyhádon is voltak áldozatai, köztük két fiatal kiskatona, Domokos Piusz és Szakács Jenő is hősi halált halt. Nagyon fiatalon fogtak fegyvert, megpróbálták ugye az önkényuralmi rendszert eltörölni itt nálunk, és az egyiket Komlónál lőtték le, a másik pedig itt Bonyhádon hunyt el. A rendezvény koszorúzással ért véget, amely során Bonyhádváros önkormányzata részéről Filóné Ferenc Ibolya polgármester, önkormányzati képviselők és a város intézményeinek vezetői, valamint a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium is lelótta tiszteletét.